Sziasztok, Tomon 18 vagyok, ez pedig a Dawn Builder 2 nevű szoftver, amit használni fogunk. Vagyis hát én fogok használni a mai napon, videóban. Na, itt lehet választani a játék konfiguráció között. A pálya opcióknál, hát az előző felvételt már elindítottam, úgyhogy különösebbképpen ezt nem használnám, mert az előző felvételben már csináltam egy pályát, lényegében csak annyit csináltam, hogy letettem egy 512x512-es felbontású szektort, majd ide egy újabb szektort. Lényegében a Doom egy olyan 1993-as videójáték, ami meghatározta az egész videójátékipart. Azzal, hogy az id Software megalkotta az FPS fogalmát. Csupán ennyivel meghatározta. Ugyanis az előtt nagyon nem létezett próbálkozás FPS videójátékokra, mielőtt az id Software a Wolf 3D-t ki nem adta. Majd megjelent a Doom. És hát ez a Doom nevű játékhoz egy pályaszerkesztő szoftver. Saját pályákat lehet vele készíteni. Ez most egy kétszektoros hely itt. Két szektorból áll. Mert amint láthatjátok, itt két szektor van. Na, el is igazítom közben. Az előző felvételben amit csináltam, szóval létrehoztam azt a két szektort. Majd hozzáadtam az égbolt textúráját, ami a Doom Builder 2-ben így néz ki. Nos, hát vannak olyan Doom Builder változatok is, hogy GZ Doom Builder, meg Ultimate Doom Builder. De hát azok már módosítottak. Az már nem olyan, mint az eredeti Dawn Builder. Ez nem az 1.68-as, hanem ez a 2-es Dawn Builder, az a számozása, hogy 2. Na most akkor teszteljük is le a pályát. Ez egy Doom 2-es pálya, úgyhogy ha azt a zenét halljátok, hogy tututsz 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 tututsz, akkor az ezért van. Fasza működik. Megjelenik ott az égbolt textúrája. Illetve hát a Vanilla Doomban nincs egérnézet, de az Z-Doomban van, és azért Z-Doomot használjuk, mert azt így a legegyszerűbb tesztelésnek alkalmazni. Legfrissebb eredeti Z-Doom kiadás, tehát ami nem szerkesztettek bele olyan Z-Doom, ami hivatalos Z-Doom. Nem Vanilla, hanem Z. Z, mint Zorro. A falak textúrái is tartan kettők. Hát a plafon textúrája az a Cél 1-1, a padló pedig a Floor 0-1 textúra nevet viseli. Képernyőméretet véletlenül átállítottam, na most jó, mert most visszaállítottam. Hát egy kis baki. Ki lehet jelölni a falakat, és akkor így ilyen narancssárgás vörösessé változik, jelezve azzal, hogy az ki van jelölve. Most például a startan 2 helyett beteszek egy TechGren 5-ös textúrát. A TechGren 2 ez ugyanaz, mint a TechGren 5, csak a TechGren 5 textúrában fényes falak is ott, vagyis hát ott vannak a világító lámpák. Ott vannak a lámpák. Ott a falon. Szektor alapmegvilágításon hagytam. Persze. Most például lesz felesleges kijelölni a padlót meg a plafont. Ugyanis csak ide jöttök a padlóhoz és meg tudjátok változtatni. Plafon textúra mi legyen? Általában a Cél szokott az lenni, de ha most flat 17-et állítok be, az se problémás.
Mert ezek is lámpák, mennyezeti lámpák ezek. És ugye a 64x64-es ezért pont stimmel ide. Akkor padló textúrát is megváltoztatom valami jobbra. Ami nem Floor 01. FLOOR és akkor úgy, de nem úgy, hogy Fluor Tommy, hanem Floor 01. Hát vannak különböző típusú fajta textúrák, vannak fából is, meg téglából is, mint padlónak felhasználni. Ez a Floor 48-as, ez a régebbi Doom szerkesztők alaptextúrája. De most legyen ez, akkor ez a példa. Floor 48, ezt állítom be. Régebben, a 90-es években ez volt a Doom szerkesztők alaptextúrája padlóhoz. Mivel itt vannak ezek a lámpák, amik világítanak, ezért felhúzom egy kicsit a fényerőt, hogy azért meglegyen a hatása. És most már máshogy fog kinézni. Amit láthatjátok a tesztből is. Egy beltérben van egy kültér. Egyelőre így néz ki a pálya. Nos, vannak különböző módok, mint például a vertices, ami a kapcsoló létrehozásnál fontos. A line depths, ami vonalakat hoz létre. A textures textúrákat hoz létre, illetve jelöl ki. A brightness mode fényerőt állít be. A make sectors mode, ez nem tudom, hogy miért kell. Mert nem használtam. Valamint itt van a things, vagyis a tárgyak üzem mode. Itt most például lerakhatok egy fegyvert. Mint például a láncfűrészt. És leteszek egy szörnyet. De ne legyen még olyan nagyon brutális szörny. Legyen egy puskás zombi. És most nézzük ki most, hogy van. Hogy most tudom, hogy felvettem a láncfűrészt. Megfűrészeltem a sörétes puskás zombit. A shotgun gújt. És most itt nálam van egy puska, amit fel lehet szedni tőle egy puskát. És most azért laggol a Z-dom, csak mert videó rögzítés van. És hát még mindig IGP van nálam. De attól még ugyanúgy menni fog ez YouTube-ra. Mert fel lesz töltve. Akkor ki lehet még dekorálni mindennel, lehet teleportokat is létrehozni, fegyvereket hozzáadni, töltényt hozzáadni, mint például pisztolyhoz egy egész csomag lőszert, shotgunhoz egy egész csomag lőszert, rakétát, négy sörétet, ez egyébként négy sörétet ad, könnyebb fokozatokon pedig 8-at. Akkor van az életerő és páncél, menüpont, itt lehet letenni páncélbónuszt, kék páncélt, zöld páncélt, életerőbónuszt, medikitet, ami 25% életerőt tölt vissza, illetve steampacket, ami csak 10%-ot tölt vissza, az a kis medikit. Power-upsnál különböző power-upokat lehet felszedni, mint például a berserk, ami extra erősítést ad. És olyan kemény leszel tőle, hogy nagyon kemény leszel. Be lehet állítani persze a szögét, ezt nem mondtam. Meg hogy itt vannak a beállítások, mint különböző fokozatok. Ez még csak a Vanilla Doom-hoz készülő pálya, de hát az Z-Doom-nál rengeteg van még. 8 játékost is le lehet rakni a 4 helyett. Player Edge Start úgyis mindenképp kell. Be lehet állítani süketként is a szörnyeket, meg detárgyakat is. De akkor minél mi értelme úgy, meg multiplayerben, hogy megjelenjen.
De ez most nem lesz multiplayer pálya, csak single player, úgyhogy... Nem single player, single player. Berserk. Itt van a térkép, amit ha felveszel, kibővíti a térképet. Akkor a láthatatlanság, a sérthetetlenség, a szemüveg, ami egy ideig a pályát megvilágítja. A megagömbözet, ami 200%-ra visszatölti a páncélt, meg a életerőt. A radiáció, ami megvéd a saftól lényegében az. Meg a minden egyébtől vegyvédelmi ruha. Illetve az a kék gömb, ami 200%-ra visszatölti a HP-dat. Akkor itt lehet kulcsokat hozzáadni. A kék gömb egyébként a Soul Sphere, a szürke meg a Mega Sphere. Lehet akadályokat hozzáadni, mint például hordó, ami robban. A Burning Barrel nem robban a hordó. Meg van itt még mindenféle egyéb akadály. Fényforrásokat is lehet lerakni, mint például az ilyenek, mint fáklyákat. Lámpa is van a játékban, úgyhogy lámpát is le lehet tenni. Meg persze dekorációk. Halott szörnyekkel is ki lehet dekorálni a pályát. Vagy halott játékossal is. Meg minden egyébben. A Visual Mode kamera, azt még elfelejtettem megemlíteni. Mint Edit Thing opciónál itt bármit hozzá lehet adni. Na és most nézzük meg, hogy néz ki a pálya. Ebben a videóban még lesz egy kapcsoló, amihez rendelek funkciót. Most van ellátvány bőségesen egy zombi ellen. Sotiba is van elég lőszer, na, erről most teszek, hogy ez a sok lőszer kerüljön elfogyásra. De hogy a szörnyek ne vegyenek észre, egyből beállítom valahova őket. Egyből egy kiber démont lerakni? Á, nem. Legyen egy cacó démon is, ott már akkor két cacó démon. Egy harapós démon. Aki azt mondja, hogy harr, amikor megharap. Egy mancubi. A túl nagy, úgyhogy ide teszem. Akkor még legyen egy revenant. Ízlésszerűen. És hozok létre menedékhelyet is nekik persze. Meg egy láthatatlan, harapós, láthatatlan déma. Egy har. Ez 192-ször 128 helyet elkerítek. Itt. Amit felhúzva megjelenik egy újabb letevendő textúra. Ez most fent lesz az égben. Most valami nem tudom feljebb húzni. De mindegy akkor. Akkor már mindegy, kijelölöm, és akkor hozzáadok mindegyikhez valamelyik textúrát. Valamilyen lift textúrát, az összeshez hozzáadni. És mit tudom, legyen ez a bronz 1-es textúra. Meg fog felelni most.
úgyis csak videón belül létrehozott pálya. Az, amiről szó van. Ide valami különleges hozzáadok még. Padló textúraként, mint például ez a Flat 20. És akkor már, ha itt járunk, akkor kapcsolók. Már hogy felhúztuk, most akkor le is kell hozni ezt valamivel. Ezért valahova, mint például ide csinálok egy kapcsolót. Illetve kikeresem a fal textúrának megfelelő kapcsolót, mert nem mindegyikhez létezik kapcsoló, ami illik hozzá. De amelyikhez van, azt kihasználom. Persze a falba is lehet ez esetben mélyíteni. De ebben a videóban most nem lesz szó erről. Ez csak egy hagyományos Doom Builder-es videó lesz. Itt például most nincsenek fények, de itt van egy kapcsoló. Nos, itt szektor módban kell hozzárendelni a kapcsolóhoz a liftet. Nos, line def módban hozzáadom, hogy SR, mint hogy kapcsolóval történő liftrehozás és ismételhető. Lower weight raise, fast, ez a gyors verzió. 123-as idővel ideje van, hozzárendelünk egy teget, és nem line def mondom, szektor módban, mert különben nem fog működni. Úgyhogy amit látjátok, hozzá van rendelve, hiszen kijelöli a szoftver magától, hogy mihez van hozzárendelve a kapcsoló. Ahogy a teleportot se fogok a videóban létrehozni, meg semmi egyebet. És ez most egy hagyományos dumozás lesz. Ez most egy rossz ötlet volt. Úgyhogy most teszek le egy shotit. Vagy inkább egy SSG-t, mert úgy könnyebb lesz elintézni szuper shotival a szörnyeket. Itt van az SSG, és akkor azt leteszem ide. A láncfűrész mellé. Így már lesz is esélyem. Persze vannak szörnycsaták és a dumban. Ez kiskorom kedvenc videójátéka egyébként is. Hogy régebben is dumbildereztem. De hát csak van már, így már van esélyem. Revenantoknak van néhány követő rakétája, és hogy megmutassam, hogy a kapcsoló működik. Hát mivel ugyanaz a magasság van beállítva, mint a plafonnál, ezért nem fog visszafele felemelkedni, hogyha rajta állunk. Amit látjátok, ez működik. Csináltam egy kapcsolót. Meg egy pályát is. Na, erre leteszek most még egy-két szörnyet cserébe. Teszek le még egy kis ellátmányt a shotgunhoz le. De most felfele lehet szörnyeket lerakni. Baron of Hell.
Csak egy néz a másik irányba. Csak egy néz balra, a többi mi? Egy néz jobbra, a többi mind balra néz. A munitionként hozzáadok a Box of Shells-ből még kettőt. Vagyis hármat hozzáadok. Hogy biztos elegendő legyen az ellátmány is akkor. Most hallhattátok a teljes hangját a láncfűrésznek. Már itt is van a Revi. Ide érkezett a Revenant. Ott van a Mancugi a másik oldalt. Miért tettem le az SSG-t erre a pályára? Hanem azért, hogy használjam. És most, hogy raktam le szörnyeket, ezekre most bőven fog kelleni a shotgun töltény. Hát ez nem jött be. Akkor következő próba. Beszorítottak ide, pedig össze akartam hozni a szörnycsatát, mert a Doomban lehet ilyet. Na jön a har. A harut felfűrészelem, mert azt fel lehet fűrészelni. Nem jött össze ez sem, akkor újra. Erős szörnyéket pakoltam meg. Kicsit túl erőseket raktam le, úgyhogy ez egy nehéz dumpája. Vagyis hát annyira igazából nem nehéz. Csak most mivel videózok, szarul játsszuk. De szoktam jobban is. Most csak azért állítottam át a videomódot nem teljes képernyőre, mert a bandicam újra kezdené a felvételt, ha nem jelenne meg az Aidium. Persze nem mindig jön ez össze. Ugye, hogy én gondolom. Most csatáznak. Hülye cacó demonok! Nem nektek mondtam. Nem KKÖ Demon, hanem cacó demon. Itt már jön a har. Itt van a har. Persze tudom, hogy létezik IDDQD, de nem használom, mert az csalás. Na végre körbe tudok futni. Harcoljatok meg egymással. Hat baromú fel is van itt. De mi lesz a legendő lőszer hiányában? Muszáj leszek használni a pisztolyt. Hát de nem akarom, mert gyenge.
túl gyenge ahhoz, hogy ezeket meggyilkoljam pisztollyal. Hát ez Baron of Hell. A Doom első epizódjának fő ellenfele. A Baron of Hell. Bizony kell még több shell. Úgyhogy pakolok le még többet. Ammunition bash hell. Box of shells. Persze a geci pályát, vagyis akarom mondani nehéz pályát akartok, akkor nem muszáj. De én most direkt csinálom. Így. Hogy valahogy már le is győzzem a szörnyeket. Na, hol van zombi? Itt van. Hát mivel a zombi nem akar csatázni senkivel sem, nem akar szörnycsatát startolni. Ezért én indítom el. Ez túl kicsi az hely, amit csináltam. Legalább van menekülés a lövedékeik elől. Igaz, nem sok, mert körbevesznek még így is. Pedig már van elég felszerelés ahhoz, hogy a Baron of Hell-eket is ki tudjam csatáztatni. Na de hát ebben a videóban van egy kis Dom, meg egy kis Dom Builder 2 is. Mindjárt meg fog fejeződni a videó, amikor én azt mondom, hogy úgy van, hogy vége. Ez gyors volt. Túl gyors volt ez. Ultraviolence fokozaton kell tesztelni, pont. Ultraviolence pont azon a fokozaton. Har. Ezt megkelte har. Azért har, mert harapás van. Mindkét oldalról jönnek a szörnyek. Ez például egy követő rakéta volt. Akkor még egy kicsit kihúzom a videó hosszúságát. Heolt bonus. És nem Heolt bonus lesz itt, hanem Heolt package. Meg Power Ups-nak. Két sós pere is, gondolom így már elég is lesz. Elnézést senkitől az előbb ilyet. Har, megpróbált megharni a démon. A démon megpróbált megharapni azzal, hogy har, de ne, mi jött össze neki. Hát most nem a démon harapott meg. A
lőszer van bőven. Meg most felkarapott egy cacodemon. Pickupot, hogy most már 13 szörny volt a pályán, amint láthatjátok. És hát akkor ennyi volt ez a videó. Legalábbis ennyit tartalmazott. Úgyhogy sziasztok!